Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, önök Viva Natura vagy VN Televíziót látnak, ezen belül is az Ezoterefere sorozatunkat. Nekünk ez egy különleges csemege lesz a mai nap, hiszen vendégem professzor dr. Szász Ilma, aki nem csak jó barátom, hanem tanárom, és úgy érzem nagyon sokunk szellemi vezetője is ebben az érdekes korszakban, amikor is egyre nagyobb szükségünk van arra, hogy ezt a káoszt átlássuk, amiben élünk. Nagy szeretettel köszöntelek, Ilma. Én is téged, köszönöm, hogy eljöttél. Annyit hagy mondjuk el a kedves nézőknek, hogy több mint 15 éve ismerjük egymást. Igen. És amikor önök itt a Viva Naturán hallanak engem idézeteket fitoktatva, nagyon sok esetben ezt neked köszönhetem, Ilma, mert az a szellemi alap, amin én el tudtam indulni itt az ezotéria világában, ez nagy mértékben neked köszönhető, a könyveidnek, az előadásaidnak, az írásaidnak. Hát ez nagy örömmel tölt el, és életemnek egyik fő értelme. Hát hallok ilyeneket. Egy csodálatos korban élünk itt és most, ugyanis nagyon sokan azt valljuk, érezzük, hogy egy óriási evolúciós ugrás előtt áll az ember, ami nem a külső környezetben zajlik le elsősorban, hanem a belsőnkben. Mindenki óriási átalakulásokat érez napról napra, hónapról hónapról, évről évre. Már képtelenek vagyunk bizonyos dolgokat elfogadni, megcselekedni, amit ezelőtt megtennénk. Mik azok a külső és belső jegyek, amire érdemes odafigyelni ennek kapcsán? Igen, hát tulajdonképpen idéznék Bui Ferenctől, mert tetszett nekem ez a gondolat, hogy mindenkinek a közös őse Isten. Mert vitatkoznak, hogy az emberi evolúció közös ősén, de hát ő áthágja ezt, hogy közös őse az Isten. Na most az Isten, ha teremt, akkor először isteni szellemi minőséget teremt, és ez kapcsolatban van Istennel. Na most, hogy szabad neki tovább keresni magának más területeket, tehát finom anyagi, illetve anyagi területeket, és ez meg is történt, úgyhogy itt van egy ilyen rendkívül sokrétű teremtés. De akik a finom anyagi területet elkezdték nagy érdeklődéssel tanulmányozni, azoknak jelentős része, közte a mai ember is, elvesztette a kapcsolatát az isteni szellemi régióval, tehát a kettő között egy törés történt, és kifele az anyagvilág felé gondolkodik. A látnokok egyébként ezt mind keleten-nyugaton egyaránt egy ilyen nagy fekete sötét űrrel jelzik, hogy azok, akik elszakadtak az eredeti forrástól, ami a legmagasabb tudatállapot is, és a kettő, az ember esetében az ego tudat, illetve az egység tudat a fekete űrnek a két oldalán a jellemző. Kimondhatjuk azt, hogy az isteni létezés egyértelműen szellemi szubstancia, szellemi létezés, a logosz által teremtődött a minden látható világ, és ugyanakkor nagyon nehezen tudjuk ezt felfogni, hogy mindent a gondolat irányít, és az anyagba ragadva éljük most már hosszú idő óta az életünket. Miben fog ez változni? A visszatérés útja az ez, hogy maradunk ebben a testben. Ezt úgy hívják a szakemberek, hogy a megkezdett örök élet. Szóval már itt, tehát én testben vagyok, de az örök életű lénnyel kapcsolatban. Tehát ez a fajta test fennmarad. Szóval visszaút az az. Visszaút az az, hogy szellemlényeké válunk ebben a fizikai ebben testben. Ebben a fizikai testben. És a halál evangéliumát, mint kötelező műsorszámot, meg a betegsége fájdalmat. Levetjük, mint kesztyűt. A fizikai testet. Az elme és az ego a fizikai létezésben folyamatosan keresztre feszít bennünket. A halál evangéliuma, a szenvedés evangéliuma, minden gondunk, problémánk az elménkből származik. Hogyan lehetséges ez, hogy egy ilyen programozott lényként folyamatosan úgy érezzük, hogy aki velünk van, akiről azt hiszik, hogy egyáltalán, hogy mi vagyunk, a létezésünk, az egónk, az elménk, önmagában egy gyilkoló gép az ember számára. És nem úgy segíteni, hanem folyamatosan a halál torkába lögdösi az embert. Ez a jelenlegi emberiség, ez a testtel azonosul. És ha a testtel azonosul, akkor egy különvált lény,
amelyik állandóan fél, és állandóan vitában áll a másikkal, hogy ő a saját egyetlen egy életét azt valahogy megmentse. Ha gondolod, esetleg jellemezzem, hogy az ilyen típusú embernek mondjuk mi mindent mondanak, hogy ez, aki a testével azonosul, és az elméjével, amelyik egotudatú elme, tehát azt a testek koncentrált elme, hogy ez milyen sajátságokat von magával? Sokan érzik úgy, hogy már az ösvényen előre haladtak, és már szellemlényként élik az életüket, de ugyanakkor a legkisebb szituáció, atrocitás visszarántja őket az anyagban, és olyan borzasztó módon földi viselkedést produkálnak, hogy szinte kétségbe vonjuk az ő szellemi fejlődésüket. Milyen módon tudjuk lemérni, hogy hol járunk az úton? Közérthetően megfogalmaznám, amit az egótudatról lehetne mondani, szemben a vágyott egységtudattal, ami a valóság. Ez majdnem, hogy álom, mert ez nem a realitás nagy részét kizárja. Az, hogyha csak a testiség és a külvilág. Egy másfajta realitást vett föl, ami a önvalóság. A testiség és a külvilág az, amit realitásnak vél, és kizárja azt, ami az egységtudatban pedig benne van, és azért az univerzumnak a jelentős része nem ez a földgolyó, meg nem az ember. Na most, tehát akkor mondanám az egotudatra vonatkozó jellegzetességeket. Tehát, hogy különváltak vagyunk, különvált testek vagyunk, így sebezhetőek, és a halállal megszűnünk. Na most, amíg élünk, addig meg kell nyerjük a többi embernek a szeretetét és a támogatását, mert bajt okozhatnak nekünk, mi sérülékenyek vagyunk. Ezt a megnyerést, ezt akár szerepjátszással, akár manipulációval is, tehát nem az igazság nyelvén, hanem úgy, hogy sikerüljön. Úgy igyekszünk elérni. Mindannyiunkban van ez a végső, Jung ezt állítja, hogy a végső félelem, a halálfélelem. Szóval mindegyik félelmünket vissza lehet vezetni arra, tehát mindegyikünkben benne van a halálfélelem. Ítélkezőek vagyunk, tehát a másik emberben meglátjuk a szálkát, és ítélünk. Na most úgy hiszük, hogy mi magunk, ez a kicsi én, ez a testhez kötött kicsi én, ez kell sikerre vigye ezt az életet, tehát, hogy ha mi sikeresen döntünk és cselekszünk, és sikeresen versengünk, akkor el is érjük azt, amit szeretnénk. Ez sokszor nem így van, mert ez csak a magasabb hatalmak döntik el a különböző sorsfordulókat, és ezzel kapcsolatban sok negatív érzésünk van, mert nem sikerült az, amit elképzeltünk. És az alapvető hozzáállásunk az, hogy kapni akarunk és birtokolni. Mindig engem nézel. Dani nincs itt. Engem nézel. Jó? Kapni akarunk és birtokolni. És mivel, hogy ezt más emberektől akarjuk kapni, tehát másoktól függőek vagyunk. Tehát ez az egotudatnak a jellemzője lenne. Most elmondanám az ideálist, az egységtudatot, ami felé menni szeretnénk, ha gondolod, hogy van egy kérdésem, de egyet. Az egónak nagyon fontos, hogy fontos legyen önmaga számára, és ő nagyon fontos, hogy elfogadja, hogy van egy fölöttes én, amit úgy hív, hogy Isten, és amikor Istenhez fogászkodik, folyamatosan alkut akar vele kötni, felajánl neki mindenféle csecsebecseket, pénzt, ezer imádságot. Tulajdonképpen ez miből fakad? Ez így van. Akkor nem csak az emberrel kell akar üzletelni, mert jó szó, amit mondtál, hanem azt hiszi, hogy egy nála nagyobb úrral is üzletelhet. Az embernek bevett gyakorlata, hogy a bűnbocsánatot kér az Istentől. Elkövet valamit, de tudja, hogy bűnbocsánatként Isten megbocsájta neki ezt vagy azt a bűnét. Ugyanakkor ez egy üzleti kapcsolat már, hogy bűnt követtem el, de ezer egy hiszekeggyel, vagy bármiféle csomózással, gyónással én ezt meg tudom oldani. Ő idealistának tartja magát, ugyanakkor az egója révén a végtelenségig a sárba, az anyagba van ragadva. Erre is van egy szakkifejezés, az, hogy egoinfláció. Uh-huh. Tehát megnő az egója, mert ő valamelyik utat követi, mert ő az Úristennek az eze, az a. Ez egoinfláció, az egója felfúvódik. Az ilyen típusú ember mindenféle
spirituális körökben elmegy templomba, ő a leghangosabb az imák dormolásánál, de ugyanakkor az életben semmit nem tesz azért, hogy változzon. A keresésnek általában az első fázisa az ego infláció, az az öröm, hogy ő talált még valami pluszt. Na most, de ezáltal ő csak felfúvódottabb lesz, és az a plusz, az tenni fog róla, hogy éreztesse vele. Szóval jönni fognak különböző sötét éjszakák a lelkében, mert muszáj. Muszáj, nem lehet az, hogy addig fújódjon fel, mint egy béka, és a végén odaérjen. És tudod, miért jönnek ezek a sötét éjszakák? Hogy ébredjél rá, gondolkodjál el rajta, hogy miért nem működik az életed. A persejbe dobott pénz az önmagában még nem a megváltásod. Egyetlen egy megváltásod van, hogyha rátérsz az ösvényre, és az egységtudatod és az alázat felé kezdesz el indulni. Hát sajnos meg kéne köszönni ezeket a megpróbáltatásokat, mert rossz útra mentünk vele. Akkor most megint feldobtad a labdát. A magyarságnak azért van ekkora szenvedése, ezért ilyen sanyarú a sorsa, hogy minél előbb egyre nagyobb tömegek világosodjanak meg, mert hogy elvileg a szenvedés vezet ahhoz oda, hogy az ember a túléléséért tegyen, és változzon, és átalakuljon. Ez most egy nagyon érdekes kérdés, mindenkire vonatkozik, egyébként az egész földre vonatkozik, szóval ha valaki, a keresés ott kezdődik, hogy elindul arra fele. De az első fázis általában ez az egoinfláció, és a következő, a viszont válasz pedig az, hogy kap különböző megpróbáltatásokat. Na most, hát, hogy a magyarok most a megpróbáltatások fázisában vannak, ez biztos. Na most, akkor hadd reméljük, hogy ebből megtisztulva, megemelkedve emelkedik ki. Tehát vagy megtisztul, vagy elpusztul, ez a kettő? Igen. Igen, igen, ez a borotva élet. Ez a borotva élet. De hozzá tartozik egy törvénye a spirituális útnak. És ha gondolod, akkor most elmondom az ideálisat, jó? Nagyon szeretném, és elnézést a nézőktől, de úgy éreztem, ezt mindenféleképpen ki kell fejteni, hogy mi az a sötét mélység, és akik meg sokszor, én spirituális egónak hívjuk ezt az egoinflációt. Menthetetlenül bejön, beugrik, mert nem lehet felfúvódni, átalakulni, csak felfúválkodás által. Nem lehet. Nem lehet, azt meg kell törni. És ez megtörténik. Na most viszont, ha valaki túljutott ezeken a sötét éjszakákon, akkor egy ilyen ilyen módon jellemezhető egységtudatot tehet szert, hogy meggyőződik arra, hogy egyek vagyunk a kozmosz végső erejével és tudatosságával. Tehát az, ami teremtette a kozmoszt tudatos módon, és rajta keresztül mindennel egyek vagyunk, a verébbel is, a falevéllel is, egymással is. Mert mindennek a közös őse ő. Na most ezen kívül meg vagyunk arról győződve, hogy a kozmosz törvényeinek értelme van, tehát értelmes módon teszi mindezt, és ezért elfogadjuk azt, ami éppen van, és lehet, hogy éppen kellemetlen. Elfogadjuk, mert egy értelmes kozmosztól jön. Megváltozik az eddigi halálfélelmünk, mert tudjuk azt, hogy megtudjuk, átéljük, hogy örök életűek vagyunk. Tehát nem a Földről jöttünk, nem a Földön fejezzük be, hanem jöttünk valahonnan, megyünk tovább, tehát egy nagy életfolyamatnak, létfolyamatnak vagyunk a részei, itt kvázi turisták. Tehát, hogy örök életűek vagyunk, és ezért nincsen halálfélelmünk. Na most nem ítélkezünk a többiek felett. Az Isten nem ítélkező, ez minden nagy vallás egyébként kifejti, hogy a kereszténység is ne ítélkezz, ne nézd a szálkát a másiknak a szemébe. Ez egyértelmű, az Isten nem ítél. Mi ítélünk. Hanem együttérző módon együttműködésre törekedjünk. Tehát ne rivalizáljunk, hanem együttműködésre törekedve, együttérző módon, őt is átérezve, együttérző módon cselekedjünk. És ha ez így történik, akkor hatékony, önzetlen, spontán megnyilvánulásaink felszínre törhetnek. Szóval a belsőbb, magasabb énünknek sokkal hatékonyabb megoldásai vannak, mint a kicsi egónak, akinek csak ez az élettapasztalata van meg.
sokkal hatékonyabb, és spontán felszínre törhet, ha nem akadályozzuk meg. És még ennyit akkor, hogy ennek a típusú lényünknek, legbelső lényünknek, az az alapvető hozzáállás, hogy adni akar, és nem elvenni. Adni akar. És nem akar kapni cserébe semmit. És akár semmit sem. Azt majd a kozmosz elintézi, hogy amit kapni kell, azt megkapjuk, de nem adok, veszek, nem üzletelek. És szabadságban élni másokkal. Tehát nem függőségben, nem abban, hogy én bármit megteszek neki, meg manipulálok vele, csak hogy birtokomban legyen, hanem szabadságban élni másokkal. Tehát ezen az egységtudat jellemző. Ekkor ezek szerint nem csak a közös tudattalan, hanem a nagy közös én is létezik. Ebből az aspektusból azt jelenti, hogy én vagyok a te férfi éned, te meg az én női énem, és az egységtudatban tulajdonképpen az ősforrásaink közösek. Ugyanakkor vegyük azt észre, hogy már a mostani létezésben is sok embertársunk átalakult, megváltozott, és ugyanakkor ez az átalakult lélek mégis ebben a fizikai testben képes tovább élni. Mik azok a jegyek, amiket meg fogunk figyelni ennek kapcsán, hogy a létezésünk miben változott, ugyanazokat a köröket futjuk, ugyanazt a levegőt szívjuk, mint a többi embertársunk, mégis miben leszünk másak, mint akik nem mentek még át ezen az egységtudat élményen? Azért az első gondolatsorodhoz valamit hozzá kéne fűznöm, hogy az isteni minőségnek két fajtája van, egyik, amelyik megnyilvánul, ide tartozunk mi, hogy megnyilvánult és tett téged ezzé, engem azzá, és van egy ősi meg nem nyilvánult egységes része. A meg nem nyilvánult része mindennek a potencialitását tartalmazza. És nagyon érdekes, a mai fizika kimondja azt, hogy ha megnyilvánul egy egész elemi részecske, akkor annak egy virtuális része bennmarad a meg nem nyilvánultba. Tehát az, aki mi megnyilvánultunk, nekünk van egy részünk a meg nem nyilvánultban, ahova visszatérhetünk. Tehát egyszer ez, hogy az isteninek kétféle megnyilvánulási formája van, és természetesen a meg nem nyilvánultban kiegyensúlyozottan van a férfi minőség, a női minőség, és minden ellentétes minőség. Tehát egy végső egészben mindennek a potencialitása. Bocsássam, megint hagyjuk, hogy Marina is néz bennünket. Igen. Tehát ez a potencialitás alatt felfoghatjuk azt, hogy a létezés lehetősége létezés van, lehetősége. Tehát ott van, ott ül fönn a kis felhőn. És ennek a természete az, hogy időnként megnyilvánul. Ez a mi fizikai jelenésünk, így van, tehát hogy már is meg tudjuk érteni a mennyországnak a fogalmát, mint potenciális lehetőséget, és akkor ilyen szempontból ugye látjuk, hogy aki életében azért az ego betegségében hal meg, és másoknak árt, azoknak a purgatórium következik benne az életükben. Őnekik van ami egy másfajta finom, minőségi egy potenciáljuk? Finom, egy finom anyagi minőség. Szóval nem durva anyagi, hanem finom anyagi minőség. Még a megnyilvánultan belül a purgatórium. No, a másik pedig, hogy átalakult valamennyire itt a fizikai testében, és akkor milyen lesz az életem? Mondok egy konkrét példát, párkapcsolat. Ez ugye nagyon mindig fontos. Ez a következő kérdés. Mindig párkapcsolat. Na most te ennek a selfnek, az igazi énünknek nincsen szüksége párra. Mert nincs szüksége kiegészülésre, ettől függetlenül a vonzás törvénye érvényesül, és ha egy ugyanolyan szintű magához vonz, amilyen ő, akkor ezt úgy mondják, hogy egymásnak gurúi lesznek. Tehát mind a kettő a másiknak a még további, még mélyebb fejlődését segíti elő. De nem fizikai mankóként élnek egymás mellett. Nem úgy, mint az ego tudatosságban. Szóval lehetséges, élhet pár nélkül is, mert nincs hiányérzete. Mert ő magában is teljesnek érzi magát. Vagy bevonz egy magához méltó párt, és egymás fejlődését segíti. Az egész életünk mentális rendelésekből áll, vágyakozásaink, előítéleteink, gondolataink. Amikor elérkezel oda, hogy
megtisztultál már, akkor rá fogsz jönni igazából, hogy nincsenek kérdéseid. Nincsenek olyan elvárásaid, amit a másik félnek cselekedettében meg kéne valósítania ahhoz, hogy te úgy érezd, hogy tökéletes kapcsolatban élsz. Igaziból, ha két megtisztult ember találkozik egymással, akkor te vagy a másiknak a gurúja, ő meg a te gurúd, igazából egymást vezetgetitek tovább az életben, akár lehet is fizikai kapcsolatotok, de ezáltal nem váltok függővé a másiknak. Tehát igazából a valódi társkapcsolatok olyanok, hogy együtt lehet, sőt emelitek egymást, ugyanakkor nem olyanok vagytok, mint két félszárnyú angyal, akinek leválik az egyik szárnya és lehullik a földre, hanem egy önmagában, egyensúlyban élő teljes lényként éled az életed, akinek milyen jó, hogy mégis van egy társa. Így van. És azon kívül, hát természetesen esznek, tisztálkodnak, és így tovább, de miközben esznek, és miközben tisztálkodnak, annak is tudatában vannak, hogy az ételben is benne van az Isten, és a vízben is benne van az Isten, és mindenben, mert mondtam a verében, a falevélben, mindenben benne van az Isten, és más tudattal veszik igénybe. Tehát eszembe jutott közben Rumi, aki egy csodálatos szufi, misztikus költő, tehát iszlámon belül egy csodálatos költő, és azt mondja, hogy egy cipót az asztalra tesznek, az egy közönséges cipó, és az emberben isteni életörömmé válik. És ezt ő tudja, amikor a cipót elfogyasztja. Onnantól, hogy megtisztult isteni lényként létezel, ugyanazok az energiák, ugyanazok a cselekedetek lehetnek rád jellemzőek. Például, ha vízhez érsz, akkor te így megtisztulva hasonlóképpen magas rezgésszintű szentelt vizet vagy képes létrehozni, és amikor az isteni énedet éled, akkor éled igazi önvalódat, ami azt jelenti, hogy képessé leszel a gondolat útján bármiféle teremtésre, ami egyébként a fizikai síkon is megjelenhet. És az illető testében szenté válik az a víz, ugyan és az a cipó. Igen. Megértettük egymást. Már csak egy kérdésem van itt az adás vége felé, hogy erre az útra, ha akarják, ha nem, az embereket valamilyen módon ráterelgeti ez a nagy közösén, mert új receptúrák, új gondolatok jelentek meg a kollektív tudattalamba, és ha akarja az emberiség, ha nem, ezt a fajta jelenlegi állapotát túl kell lépnie, egy evolúciós küszöbön állunk, amit nem kívül fogunk megélni vízözön szempontjából, az emberből belül zajlik egy óriási kataklizma, aminek az eredménye vagy a sárba süllyedt haldokló, vagy egy új szellemiség, aki megszületik. Hogy tudnál segíteni, milyen módszereket tudnál ahhoz javasolni, hogy az ego, a mentális perifériák minden aspektusától meg tudjunk szabadulni, hogy végre az igazi én, az isteni én felszabaduljon bennem, mert reggel fölébredünk, és téged idézlek, ne haragudjál, igen, és estig zakatol bennünk folyamatosan ez a drága elme, és egyszerűen nem hagyja, hogy az igazi énünket megéljük. Hát először azt szeretném mondani, hogy nagyon különböző szinten érkezünk. Tehát van, aki egyáltalán nem fogékony. Az örökké való ráér. Tehát nem biztos, hogy sürgetni fogja, és ha sürgetné, de ő tudja, hogy kit sürgessen és kit ne sürgessen. Tehát ha sürgetné, akkor is az illető nem képes rá, nem veszi. És az emberiségnek elég jelentős hányada ebbe a kategóriába tartozik. Vagy az, amiről mi most beszélgetünk, az számára teljesen idegen, vagy esetleg még azt is mondja, hogy talán esetleg nem is racionális, nem is normális. A földhöz ragadt élőlények hogyan érthették volna meg, hogy létezik már egy repülő társuk is? Ugyanarról beszélünk, szóval sajnos az emberiség jelentős része nem fogékony. Viszont a dinoszauruszból lett ma az ásványvíz kincsünk nagy része, mert az ő testének a hamujából, porából szivattyúzzuk a kőolajat. Tehát, hogy látjuk, hogy ez nem cinizmus volt, amit mondtam, hanem realitás. Hanem az összegészben valamilyen értéke van. Uh-huh. Összegészben valami értéke van, de tulajdonképpen a kérdésed arra vonatkozott, hogy milyen átjáró van. Uh-huh. Először azt szeretném mondani, hogy ugye ez az új paradigma rendszer, amit felsoroltunk, ez van, ki van fejtve sokak által, uh-huh, teljesen egyértelműen, hogy milyen volt a régi paradigma rendszer, és milyen az új paradigma rendszer. Nem mi találtuk ki, itt most
ketten, hanem ez az emberiség legjobbjai osztoznak ezen a nézeten. Na most módszerek. Többféle módszer. Az egyik a legősibb, nagyon ősrégi, a meditációs típusú elmélyedések. Önmagában belül keresi meg a magasabb önvalóját. Ugye? Ennek a különböző módszerei. Azután manapság vannak még más lehetőségek is. Egy nagyon népszerű könyv kint Amerikában, Csodakurzus, ami Magyarországon csak idén fog megjelenni, 19 nyelven lefordították. Ez is milyen könyv címe? Course of Miracles. Csodakurzus. Magyarul Csodakurzus. És amelyik minden áldott napra egy elmélkedést és több gyakorlatot ír elő, agy 365 napot Istennek. Ebből az első 200 nap mindig valami új tippel állnak elő, és a fennmaradó 165 napon belül pedig, hogy Isten jelenlétét éld meg magadban. És sok ezren részt vettek rajta, és nagyon sokan eredményesen. Ennek valami mestere van, vagy csak a könyvet követik általában? Nem, hanem érdekes módon egy pszichológus nő ezt egy channeling módszerrel, valami magas, kevés az a channeling módszer, amikor magas rendű valaki közli. Tehát egy pszichológus nő ezt channeling révén vette ismeretlen szellemi vezetőtől. Uh-huh. És két másik pszichiáter, illetve pszichológus társukkal rendezték könyvé. Uh-huh. Tehát a channeling a csatornázás. Csatornázás. Tehát ő lehozza a közös tudatalomból az információt. Egy nagyon magas rendű. Mindenki, minden szellemi tanító elismeri, hogy ez nagyon magas rendű. Gyakorlati pszichológusokkal ezt ehetővé teszi az emberek számára. És sőt, gondolom az, népszerű. Mivel a pszichológus, természetesen az egyház általában ellene van. Általában ellene van, és éppen azért fordultak a pszichológusok felé. Érdekes, hogy azt mondjuk, hogy az egót szeretnénk elcsöndesíteni, de az egyház is az egón keresztül uralkodik az emberen. Igen. Szóval ez érdekes. Igen. És mi ennek a módszernek a lényege? Mondom, hogy minden napra. Van egy vagy néhány oldalnyi elméleti fejtegetés, és akkor az, hogy például naponta 3x10 percen keresztül csináld ezt vagy ezt azt, vagy 5x2 percen keresztül csináld azt vagy amazt. Szóval egy ilyen gyakorlati. Esetleg tudnánk ezt részletesebben ismertetni ezt a módszert? Én nagyon sokat lefordítottam belőle, és a lényegét tényleg, hát nagyon érdekelt, és a lényegét megismertem. Átvisz azon a sötét zónán. Tehát identitásváltás lesz, én nem a testem vagyok, hanem én Isten gyermeke vagyok. Uh-huh. Szóval ezt a tudásváltást csinálja meg, átviszi a sötét zónán, és Isten gyermekeként pedig egész másképp látok mindent. Uh-huh. És másképp is cselekszem. Kedves nézőink, Önök ezoteriferét láttak. Ezen belül is dr. professzor Szász Ilma ezoterikus íróval, barátommal és tanárommal beszélgettünk. Arról tulajdonképpen, hogy az útját kereső ember hogy keresi és hogy találja meg az átjárót. Ennek az útja feltétlenül az, ha el tudunk csendesedni, az egónk lecsendesedett, az elménk lecsendesedett, és akkor az isteni önvalónk képes felemelkedni a tudattalamból, és amikor az isteni önvalónkat rendszeresen nap mint nap megéljük, akkor megyünk át tulajdonképpen ezen az átalakulási folyamaton, amelyben most az egész emberiség részt vesz. Én nagyon köszönöm a beszélgetést. Én is nagyon köszönöm a beszélgetést, még hozzáfűznék egy mondatot, ha megengedett. Természetesen. Azt, hogy a csodakurzus sikeres, de ezen kívül az újraélesztéseknek a tömege létrehozta a halál közeli élményeknek a kutatását, és ez egy másik útvonal, ami szintén a halál közeli élményben messze magasabb tudatok kívül vannak, testen kívüli élményt élnek át, és egész más tapasztalat, köztük némelyiknek egészen különleges magasrendű tapasztalata van, és ennek a tudománya szintén segítség, és azon kívül létezik egy kegyelmi út is, hogy
egy adott pillanatban, mind ahogy Pállal megtörtént, hogy egy, ez ma is van, csak nagyon kevés. Nagyon kevés. És ne ebben reménykedjünk, hogy a rövid utat választhatjuk. Igen, ez tulajdonképpen még egyházi módon úgy megyek, a pásztorok rövid útja és a bölcsek hosszú útja. Tehát a pásztorok rögtön oda mentek a bölcsőhöz, és a bölcsek pedig vándoroltak éveken keresztül, ugye a csillag után, amíg oda mentek, és az Ag Simeon pedig azon nyomban felismert. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök VN televíziót látta, korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portáljain láthatják. Viszontlátásra!